Kevésbé közismert az a történelmi tény, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc előtt 1955-ben már lázongott a szovjet rezsim ellen a kárpátaljai magyarság. Sőt, 1957-ben, miután a szovjet hadsereg vérbefojtotta a magyar forradalmat, Kárpátalján még mindig zajlottak szovjet ellenes megnyilvánulások. Az utóbbiak közé tartozik az úgynevezett gálocsi ifjúsági csoport, amely az Ungvári járásban jött létre. Gálocson néhány fiatal röplapokat terjesztett, s a II. Világháborúból visszamaradt fegyvereket rejtegetett. Persze mindannyiukat letartóztatták és elítélték. Az egyik közülük Perduk Tibor, aki 16 évesen került a vádlottak padjára, másodrendű vádlottként. 2 év szabadságvesztésre ítélték, ebből 10 hónapot töltött a köztörvényesek között a Dubnói Nevelőintézetben. Egyszer jöttek, elvittek minket, ami az őrül, engem a Pistát hamarabb letartóztatták, engem meg Szajancsit, beüttek Ungvára, meg volt beszélve, hogy hallgatni fogunk. Pista magára vállalt mindent. Erre üttet külön vallották, engem külön. Én tagadtam, meg bevallott minden. Már nekem utána nem volt mit tenni. Dubka György ennek az időszaknak az eseményeit elemzi. Az ungvári kutató szerint a magyarok szovjet ellenes lázongását az váltotta ki, hogy Kárpátalja 1944-es elfoglalása után a szovjet hatóságok népirtásba kezdtek. Több hullámban hurcolták el a lakosság különböző rétegeit, többek közt a magyarokat is, például Málenki robotra 1944 őszén. Később a papokat munkatáborokba és a gulágra. Az erőszakos kolhozosítás is a kiváltó okok közé tartozott, mondja a kutató. A fiatalok, akiknek az édesapjuk a lágerbe volt, vagy már akkor hazajött, volt bennük egy ilyen bosszú, tehát valamilyen módon megtorolni azon, hogy a család tagjai nem jöttek haza, illetve szerencs, akinek hazajött, és így alakult meg az ungvári Benyák Nándor által vezetett politizáló csoport, amely nem egyedi a helyi kárpátai történetben, mivel hasonló ukrán és ruszin csoportok is alakultak. Kárpátalja több magyar településén alakultak szovjet ellenes csoportok, mint például Mezőkaszonyban és Nagyszőlősön. Közülük sokan már nincsenek közöttünk. A nagyszőlősi csoport egyik túlélője Milován Sándor. Ő 4 évet kapott azért, mert felemelte szavát az elnyomás ellen. Én akkor 9. osztályba jártam, és a 10-esek Illés Juska Varga János már röplapokat gyártottak. Én később csatlakoztam Kovács Zolival és Dudás Istvánnal. Ezek a röplapok elég primitívek voltak. Csütörtökönként a piacon ragasztottuk ki. Ilyen plakátszerű volt ez inkább. Mi volt benne? Autonómiát Kárpátaljának, orosz katonákat ki Magyarországról. Az 1956-os forradalom és szabadságharc kárpátaljai hősei és a kommunizmus áldozatainak tiszteletére nemrég Ungváron a magyar kormány támogatásával emlékművet avattak. Latorcai Csaba, a miniszterelnökség helyettes államtitkára beszédében arra emlékeztetett, az ungvári fiatalok a világ legpusztítóbb birodalmában hoztak létre szovjet ellenes szervezetet. Mondhatjuk azt is, hogy itt verték az első szöget a kommunizmus koporsójába. Erre kell emlékeznünk. És arra is emlékeznünk kell, hogy 1956-ban honfitársaink garmadáját hozták, akár Budapestről, Magyarország egészéről ide, és itt a szemben, az emlékművel szemben lévő épületben, az akkori KGB székházban kínozták őket hónapokig ártatlanul. Erre kell itt emlékeznünk, és erre kell egész évben emlékeznünk, ezért hirdette meg Magyarország kormánya 60 évvel az 1956-os forradalom és szabadságharcot követően az 1956-os emlékévet. Ungváron ez a 3. emlékmű, amelyet az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek tiszteletére állítottak. Az ungvári Gajka Gábor magyar tannyelvű középiskolában a forradalmi ifjaknak, valamint a börtönfalán, ahol magyarországi szabadságharcosokat is fogva tartottak, márványtábla őrzi a hősök emlékét.